A megyei közgyűlés elnöke Rideg László nemrégiben Kalocsán tartott sajtótájékoztatót, ugyanis idén a megye nap a Kalocsai Paprika Fesztivállal együttesen kerül megrendezésre, melynek városunk ad majd otthont. A tájékoztató során a megyei elnök azonban kitért arra, hogy jövő év elején indulhat a TOP 2, amely nagy fejlesztési potenciát hordoz magával a térségre nézve. A megyei önkormányzat a TOP-nak rövidített területfejlesztési operatív program keretében a megyei keretből Kalocsán fejleszt, és éppen polgármester úrral beszéltük meg, hogy a sajtótájékoztató után megnézzük az ipari parki fejlesztési területet, hogy hogyan is áll ez most, hiszen összekötjük a kellemest meg a hasznos, tehát a szükséges dolgokat is, hogy merre tovább a topos keretben, hiszen el kell, hogy mondjam, úgy néz ki, hogy a következő év elején indul a top 2-es üteme, ami azt jelenti, hogy 21 első hónapjaiba megszületnek a kiírások, tehát a következő fejlesztési ciklus is életbe lép. Az előző projekt 2020-ig tartott, azonban január 1-től indul a következő 7 éves uniós ciklus. Ennek jelenleg még nincs költségvetése, azonban Rideg László elmondta, német elnökség lesz, amely célként tűzte ki magának, hogy megalkotja azt. Így várhatóan január 2-án indulhat a következő uniós ciklus, amely értelmében ez év elején megszülethetnek a pályázati kiírások is. A terveket azonban már most várja a megyeháza. Minden önkormányzattól azt kérték, állítsanak össze egy top 10-es fejlesztési célkitűzéses listát, amelyek tartalmazzák a megigényelni kívánt összegeket is. Rideg László elmondta, ez nagyon fontos a megyeháza számára, ugyanis ebből derül ki számukra is, hogy a településeinek melyek a legfontosabb projektjei a jövőben. A megyei elnök kiemelte, várhatóan a top 2 hasonlóképpen fog kinézni, mint az 1, ugyanis marad a pályázási rendszer szerkezete. Azon a kormány nem kíván változtatni.